Figyeld, mekkorák jönnek. Ez elér ide. Hát így jött ezzel a pillanat, hogy ki kell venni a csónakot. Megérkezett a balatoni túránk első pontja, 12 kg-os töves. Kupra 24-es fekete tinta halas bojlere érkezett, nem is mutatom nektek. ...340 méterről érkezett a ponty. Köztudott ugye, hogy mekkora szája van a balatoni pontyoknak. Hát ezt kicsit részletesebben megnézzük, akkor egy 35-ös bojlét simán fölbír szippantani. Megérkezett a túra első csüngő hasó tükröse, 13 kg 70 deka, dupla 24-es fekete tinta halas bojra érkezett. Meg is mutatom nektek, igazi balatoni különlegesség. Ezért szeretek ide járni. Mert itt vannak ilyen jellegzetes halak. Kis duci. Viszlát, barátom! Az idei év első túrájának helyszíne a Balaton, ehhez mérten kellett megválasztanom a csalogatóanyagomat. A Big Feet C21-es Boli családból a tintahalas ízesítést hoztam magammal. Ezt a családot azért hoztuk létre, hogy nagy kiterjedésű vizeken szoktató etetést tudjunk kialakítani. Ezt még megbolondítottam egy kis spéci additív fűszeres tintahallal. A teljes két kiszerelést együttesen használtam fel. Nézzük is meg, hogyan néz ki ez. Ezt a mennyiséget egy bójára használtam fel. Legbelső bójáról érkezett a kapás, 340 méterrel. Mivel nincs előttünk akadó, így nyugodtan a stégről ki tudom venni a halat. Nem kell fölöslegesen a vízre mennem. Húzunk magunkkal egy kis növényzetet. Fárasztás vége, ez a 10 kilós tőpont lett. Nézzétek, milyen szép színekben pompázik a farka. Felső kicsit ilyen sötétebb, alsó élénkebb. És amióta megemeltem, így szépen ki van merevedve. Igazi harcos lesz ebből a pontból. Vissza is engedem.
Sajnos az időjárás viszont tagságai miatt nem bírtunk biztonságosan a vizen forgatni, így itt fogom bemutatni nektek a helykeresést. Az előttünk elterülő vízfelület a Stég lábától egészen 160 méterig teljesen kemény, majd 160 méteren található egy iszapváltás, 250 méterig igazából csak egy iszapos részt találunk, majd onnantól kezdve 350 méterig kagylópadokat véltünk felfedezni. Ehhez hasonló kagylópadok váltják egymást. A stratégia a következő képen alakult. Az első bóját 120 méteren tettem le, hiszen hogyha másodfokú viharjelzés van, akkor ugye nem tudunk vízre szállni, így dobós készséggel juttattuk be a felszerelést. A túra elejétől a túra végéig folyamatosan etettük ezt a helyet. A következő bójám 320 méteren kapott helyet, egy kagylópad mögött, majd a kagylópad elé horgáztam, hogy az előkémet ne tudja elvágni ugye a kagyló. A másik bója szintúgy 340 méteren, ugyanígy egy kagylópad mögött, és ugyanígy elé horgáztam vele. Az etetés mennyiségéről se feledkezzünk el. A dobós bójára kezdésképpen 1 kg bojli került, majd minden egyes behúzás alkalmával, hogy fenntartsuk a halak érdeklődését, egy-egy marokkal dobtunk rá. A távolabbi bóják etetésére 2,5 kg bojlit szórtam kezdőetetésnek, majd minden egyes kapás, illetve behúzás után 25-30 szemet dobtam. A reggeli dupla kapás egyik résztvevőjét láthatjátok, a súlya 14 kg 20 deka, fekete tinta halas bójlira jött, ami eddig még egyszer sem hagyott cserben. Hát ilyen balatoni erőgépeket lehet itt fogni. És ha meglátjátok a társát, hát az fog igazán nagyot mutatni. A reggeli dupla kapás második résztvevőjét láthatjátok. Mérhetetlenül boldog vagyok, hiszen egy 18 kg feletti töves sikerült fognom a Balatonból. Ő is dupla 24-es fekete tinta halas bólira érkezett. Megpróbálom megmutatni. Irgalmatlan hosszú. Fogást kell rajta keresni szinte. Azt a gyárját. Hát ha hasonló lesz még a folytatás, akkor szóval sem fogok tudni jutni. Új balatoni időpont rekordom. 18 kg 16 deka. Hát reméljük, hogy a nagymamát is elküldi. Köszönöm, Balaton. Rombári Norbert vagyok. Farkas szabolcs horgásztársa. Az elmúlt két évben rengeteget pecáztam vele, rengeteget tanultam tőle, és ennek meg is van az eredménye. Így csücsül egy kapitális pontja a bölcsőben, amit majd meg is szeretnék mutatni nektek. Fekete tintahalas bojlról jött, a hal pontos súlya 21 kg 30 dekagram. Lássuk is ezt a gyönyörű balatoni tövest. Nem lesz egyszerű, mert hihetetlen súlya van. Nem adja magát. Hát ő lenne az. Egy gyönyörű töves. Nézzétek, milyen csoda szép uszonyai vannak. Varázslatos színekben pompázik. De engedjük is vissza, gyorsan, hogy minél hamarabb visszanyerje szabadságát ez a gyönyörű hal. Köszönöm szépen, Balaton, ezt a csodás élményt, és természetesen köszönöm a Haldorado Carpingnek is, nélkülük ez nem jöhetett volna létre. Engedjük is vissza ezt a gyönyörű szép halat, hogy úszkálhasson boldogsággal és más forgatás is.
A líder zsinorom PB Shield, 25 méter. Tovább haladva a lead core, a PB-nek a Silk Ray 65 librás. Egy egyszerű clips, 210 g-os grippaólom, PB Musselt Tone 35 librás kagylóálló előke, egy 1 g-os sörétólom, Continental Mugga 2-es méretben, és a dupla 24-es fekete tinta halas bojli. Ez így nézett ki a vízben. Így néz ki egy igazi csapatmunka. Norbi éppen a palos botot fárasztja, ami éppen merítésre vár. A másik meg szépen itt pihen a stég mellett. Hihetetlennek tűnik, de mégis igaz. Ismét egy dugakapást eredményezett ez a viharos erejű szél. Norbinak a botjai sajnos már kinn vannak, de azok is hallal jöttek ki, ugyanúgy, mint most nekem is. Egy 17 kg-os tövest fogok nektek most megmutatni. Ismét fekete tinta alas bojlira érkezett. Úgy látszik, ezen a túrán nem tud hibázni. Méterről ismételten egy füstölős kapásra emeltem be. Nagyon feszesen kell tartani a halat, hogy még véletlen se tudjon a fenéken a kagylópadok közelébe férkőzni. Így meg tudjuk gátolni a zsinór elszakadását. És innen kezdődik egy jó kis torna a hallal. 25-30 perc, még szépen óvatosan kivontatjuk a halat. Ilyenkor, ha csónakba is szeretnénk pattanni, akkor legalább várjunk egy 5-6 percet, még biztonságos távolságba tudjuk húzni az adott kagylópadtól, és utána már vízre tudunk szállni, kivéve, hogyha nincsen másodfokú viharjelzés. Intő példa a Balatonon egy-két nem normális ember evezővel vízibicikliznek, mert nincsen rajta kormány, 30-40 centis hullámukba. Éppen fárasztok. Norbi, mutasd meg, hogy hol van letóva a botvéja, hogy ezek a jó emberek ne szedjék már föl. Hiába szólunk nekik, nem foglalkoznak vele. De remélem nem erre jönnek vissza. Csutkára el is ment a hal balra. Azt nem látom a saját szememmel, el se hiszem. Nézzétek meg még egyszer. A jóslatom beigazolódott, egy kőkemény 20 perces fárasztás után sikerült ide a stég elé húzni. A líderem már beért, de hal még nagyon küzd. Oda kell figyelni, mert a 8 kilós és a 20 kilós is ugyanúgy küzd. És ez a szépsége a Balatonnak, hogy nem tudhatjuk, hogy éppen mekkora halat fárasztunk. Már itt küzd a hal a stég előtt. Nézzétek, hogy olyan kirohanásai vannak, amire fel kell készülni. Inkább legyen lazább a fék, és ha úgy érezzük, akkor fogjunk rá a dobra. Nehogy ez miatt menjen el véletlen is a hal.
És meg is van. Hát ilyen szép pontyokat rejt a Balaton. Tökéletes akadás. Porcba. Egy gyors fotó a hallal. És már engedem is vissza. A túránk véget ért, az összepakolás már megtörtént, több mint 780 kg halat fogtunk, ez darabszámban 67 darabot jelent, 11,6-os átlaggal. Egy felejthetetlen túrán vagyunk túl, összesen 6 darab dupla kapásban volt részünk, a hihetetlen aktív peca végett, egy teljes napot a pihenéssel töltöttünk, a viharok miatt négyszer kellett kivennünk a csónakot, egy kis érdekesség, a behúzások alkalmával több mint 45 kilométert tettünk meg a vizen. Számomra a Balaton egy toplistás víz, hihetetlen erős és csodaszép halak lakják, külön kiemelném, hogy minden nap halőri ellenőrzést kaptunk, ez számomra nagyon szimpatikus, ezen felül rendőri ellenőrzés is történt. Mindenkinek ajánlom, hogy legalább egyszer látogasson el a Balatonra.